két Makói lett gazdagabb egy-egy kerékpárral az egészségfejlesztési iroda jóvoltából. Ennek apropója az volt, hogy a végéhez ért az EFÜ projektje, és mindazok között sorsoltak ki kettő kerékpárt, valamint további fürdőbelépőket, akik legalább 10-szer részt vettek az egészségfejlesztési iroda által szervezett sportprogramokon. Az egyik biciklit Szopori Renáta nyerte meg, aki rendszeresen járt spinning órákra. Renáta immáron boldog tulajdonosa a két kerekűnek, jó helye lesz nála a járműnek, hiszen rendszeresen biciklire pattanva intézi mindennapos teendőit. Nagyon meglepődtem, pont éjszakás voltam a műszak után, aludtam, és 11 óra körül telefonáltak, és akkor közölték, hogy nyertem egy sorsoláson egy biciklit. Nem is tudtam, hogy ebből az állapotfelmérésből lesz nyereményjáték vagy sorsolás, és akkor még mondtam is a telefonban, hogy komolyan, micsoda, nem is értem, nem is voltam képbe. Én nagyon megörültem, hogy nyertem. Az adatok összesítése során elmondható, hogy tartalmas évet zárt az EFI. A szűréseken és a sportprogramokon több ezren, míg legalább 10 mozgásformán több mint 150-en vettek részt az elmúlt egy évben. 19 ezer találkozás volt az elmúlt egy évben ennek a program keretén belül. Ugye nagyon-nagyon soknak tűnik ez a szám, ami igazából ugye ez nem 19 ezer embert jelent, hanem 19 ezer találkozást, ami ugye, amiben beletartoznak a futóversenyektől kezdve a gyalogtúrák, a heti rendszerességű mozgásprogramok, és hát természetesen a szűrések, a nagy lakossági szűrések. A Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont elégedett a számokkal. Az előző évben 32-szer települtek ki a Makó környéki településekre, míg városunkban két nagy szűrést rendeztek. Elkezdődött egy olyan gondolkodás, amely az egészségünk megőrzésére azt célozza, és beszélnek róla az emberek, a mozgásprogramokon részt vesznek, vagy a betegség megelőzés mellett különböző prevenciós szűrővizsgálatokra eljönnek, ez már sikernek tekinthető. Ez egy nagyon lassan megérő gyümölcs, hiszen éveknek, szinte egy évtizednek kell eltelni ahhoz, hogy ennek mérhető eredménye legyen. A következő évek tehát azzal a céllal fognak telni, hogy a halálos megbetegedések száma folyamatosan csökkenjen. Ebben továbbra is a makóiak és a környékbeliek segítségére lesz az egészségfejlesztési iroda, amely a jövőben új formában átalakulva folytatja tovább a megkezdett munkát.